Iván Júlia és Ligeti Miklós a vendégeink, jó estét! Mi itt már egyébként, ezt látták a kedves nézők, szerintem az én fejemben benne voltunk egy beszélgetésben, amely gyakorlatilag arról szólt, amiről mi ma itt most a nyilvánosság előtt is beszélünk, nagyot ment Németh Szilárd tegnap itt az egyenes beszédben is, amikor az a kérdés felmerült, hogy a tusványosi találkozón Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy miért nem keményebbek a civilekkel, azt válaszolt, hogy még lehetünk, most nagyon leegyszerűsítem a történetet, milyen módon lehetnek, és akkor egy elég széleskörű magyarázatba fogott, hogy mi a baj a civilekkel, miért csinálják a civilek azt, amit csinálnak, és hogy milyen jogszabályok alapján lehetne elporolni őket. Ezt gondolom láttátok. Igen, láttuk. Akkor azt kérném, hogy kezdjük el a dolgot onnan, hogy olyan jogszabályokra hivatkozott, amelyek fogást jelentenének a Magyarországon működő civil szervezeteknek a tekintetben, hogy ne hurcolják a migránsokat ide a magyar határra. Én hátizsákoltam, van benne két migráns, de mivel Németh Szilárd lebuktatott, érdemes gyúrni, az ember elbírja. Ugye? Persze, de kis migránsok. Ne vicceljük, ember, ez ennél szerintem azért komolyabb. Azt látjuk, hogyha valamit a kormány civil ügyben elkezd sejtetni, előbb-utóbb az nem sejtetés, hanem valóság lesz. Szerintem pont nem. Na. Ha ellent mondhatok gyorsan. Sőt, persze. Szerintem ez egész egy óriási kamu. És valamilyen agymosás történhetett így megint, nem tudom, Tusványos és az ATV stúdiója között, és ebben éppen Németh úr is úgy tűnik, hogy részesült. Semmilyen olyan jogszabály nincs, amit ezek a szervezetek, nem tudjuk melyik, de ilyen sejtetett szervezetek sértenének. Tehát itt szó sincs arról, hogy bárki is migránsokat hurcibálna át a határon. Miért azt tudjuk, hogy a magyarországi pártvezetők Soros György által finanszírozott érzékenyítő tréningeken vesznek részt, és azért mondják azt, hogy mégsem döntenék le a déli határon lévő kerítést? Mert ugye ezt is mondja Németh Szilárd. Tehát ennyi erővel ezek így megfogalmazható mondatok. Hát miért valóságon túli valóság ez, vagy valamiféle virtuális valóság, amiben ők élnek, azok, akik ilyeneket mondanak, ezzel nagyon nehéz vitatkozni. Tehát mondjuk a Transparency International Magyarország nem foglalkozik migráns témával, ehhez képest májusban már Fidesz közleményben megkaptuk, hogy mi migránsokat akarunk becsempészni az országba, akkor éppen azért, mert az Európai Ügyészi Hivatallal foglalkozó konferencián adtunk elő, és erre az volt a helyén való válasz a kormánypárt részéről, hogy mi is migráns szervezet vagyunk, és Soros és Fejtágító és mi egymás. Szóval erre nem lehet mit reagálni. Kiadhatunk egy közleményt, hogy ez nem igaz, ez valótlanság, de azt hiszem, hogy akik minket olvasnak, úgyse hiszik el azt, amit rólunk a Fidesz mond, aki meg elhiszi azt, amit a Fidesz állít, annak teljesen mindegy, hogy mi mit próbálunk a fejébe átjuttatni, mert nem fog bemenni oda információ tőlünk. Az Amnesty az foglalkozik migráns kérdésekkel, úgyhogy és ebből amit a szempontból Németh Szilárd is mondott, az ilyen teljesen, tehát hogy ő viszont nem olvassa sem a mi sajtóközleményeinket, sem a híreket szerintem, vagy aki őt fejtágítja. Júli lehet, hogy saját magát sem. Lehet, hogy saját magát sem olvassa, ez az ő problémája, maradjon meg. Azt de amíg mondjuk, a földközi tenger és olasz ügyészek és olasz legfőbb ügyésznek titulált egyébként katániai ügyész által. Szicíliát mondta. Igen, hát mondjuk még Szicília sem egész Olaszország. De hogy igazából amiről ő beszél, az arról szól, hogy, és ez nagyon szomorú, hogyha ennyire kegyetlen és embertelen politikus Németh Szilárd, az arról szól, hogy a tengerjog, attól, mert Magyarországon nincs tenger, attól még tengerjog van, és ez egyébként Németh Szilárd számára is megismerhető tudomány, az azt mondja, hogy mindenkit ki kell menteni, aki bajba jut a tengeren, teljesen mindegy, hogy ez egy menekült, egy embercsempész, vagy akár mondjuk a Fidesz vezérkara, gondolkodás nélkül kell ezt megtenni, mert nagyon veszélyes üzem. Ami történik a földközi tengerben, az az, hogy iszonyú rossz bárkákkal, egyre rosszabb körülmények között, egyre kisebb eséllyel indulnak, útnak egyre többen. És az olasz parti őrség által már nem is ellenőrzött területen fulladnak meg, süllyednek el ezek a hajók. Civil szervezeteknek, pont az Amnesty Internationalnek egyébként nem, de sok más szervezetnek igen, és magánembereknek a hajói viszont ott segítenek ezeket a bajba jutottaknak. Ők ezeket azok, a akik műveleteket, ilyen módon csempészik Európában menekülteket. Azért, mert betartják azt a tengeri jogi, és egyébként azt hiszem, hogy alapvető morális parancsot, hogy a fulladó embert azt mentsük ki a vízből. Ezeket a műveleteket az olasz parti őrség és flotta koordinálja. Tehát az, hogy ezek ilyen titokban zajlanának, ez nem igaz, hiszen nagyon gyakran ők közvetítenek, és ez koordinált akció. Az, hogy ezt nem állami szervek, vagy nem az EU végzi, az nagyon szomorú, hogy erre mondjuk német cégek, vagy magánszemélyek adományai, és egyéb ilyen
híresebb vagy kevésbé ismert szervezetek csinálják. Ugye az ellen a civil szervezetek azon része, amelyek külföldről kapnak jelentősebb támogatásokat, egyértelműen tiltakozik, hogy ők Soros György irányítása alatt állnának, és egyfajta Soros Györgyféle kottából játszanának. Ugye ez a kotta is egy ilyen állandó kísérő jelenség lett, Soros György a legnagyobb zenemű kiadó ezek szerint. Sőt, tám még zeneszerző is. Viszont ez a mondat ugyanúgy megragadt a köztudatban, mint hogyha azt a mondatot fogjuk majd nagyon sokszor hallani, amit tegnap mondott, hogy a schengeni jogszabályok alapján meg kell védeni az Európai Unió külső határait, ezek a civil szervezetek ezért nem szervezhetnek oda illegális bevándorlókat, és punktum. És ez ugyanúgy kijelenthető, tehát csak hogy hiába mondod, hogy ez nem így működik, hát de így van és kész. Hát persze, nyilván a butaság az a fénynél is gyorsabban terjed, tehát hogy az nagyon könnyen átmegy az emberekbe. Ez egy ilyen fizikai egység? Igen, ez a Német Szilárd univerzumban. Német Szilárdról ezt az egységet. Igen, nehogy ne adjunk ötleteket, mert még megtörténik. Nagyon cínikusak vagytok ma este. Tény, hogy nem hoznak a civil szervezetek migránsokat a határa, bár ezt mondjuk nem mondhatom, mert ugye a Transparency International Magyarország ilyen témában egyáltalán nem foglal állást, de nem nagyon tudom elképzelni, hogy tényleg a hátán viszi a civil szervezet oda a migránst. Megint az a helyzet, hogy fél igazság vagy negyed igazság van az állításban, mert a külső határokat, az államhatárokat valóban meg kell védeni. Az már finoman szóval több, mint vitás, hogy ami Magyarországnak az államhatárain történik, az megvédése vagy nem megvédés. Egy apró kis korrupciós vagy átláthatósági adalék ehhez, hogy egy hozzánk érkezett szélfutta beadvány szerint volt egy olyan éjjellátó készülékre kiírt hirdetményt nem tartalmazó gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás, ami pont az államhatáron történő járőrözés elősegítése, tehát egyfajta migráns ellenes határvédelmi feladat gyors ellátás érdekében szervezett a rendőrség. Ugye nem volt semmiféle verseny, majd fél évet hosszabbítottak a kiíráson. Tehát amikor megvolt a nyertes haver, akkor már volt fél év arra, hogy ő elkészüljön a feladattal. Hát valóban kellett szerezni ilyen eszközöket. Például meg kell, és azt lehet, hogy ő lassabban tudta csak beszerezni, mert vele se gyártották. Tehát, hogy ez a hívószó, hogy migráns, meg határvédelem, ezek a biztonságra és a félelemre, biztonságérzése, félelemre rájátszó hívószavak nagyon sok mindenre alkalmasak. Egyebek mellett kisebb vagy inkább nagyobb korrupciós ügyeket is ezzel el lehet rendezni, meg jó arra is, hogy civil szervezeteket, meg polgárokat ellehetetlenítsenek embereknek a jogai visszanyomják. A magyar kormánynak, lehet, hogy ezen már ti is töprengtetek, hogyha elputyinizálja a civilekkel való viszonyát. Tehát, hogyha látványosan arról kezd szólni a történet, hogy ellenség vagy, és addig megyek, ameddig össze nem roppantalak valahogy. Nem biztos, hogy ez Putyin, és ők viszont nem teljesen Putyin kottájából játszanak, hogy egy másik ilyen klasszikus zeneszerzőt és zenemű kiadót hozzak ide. Szerintem, és nekünk így az Amnesty-nél egyre inkább az a meggyőződésünk, hogy ez tényleg az ellenség képek gyártásáról szól, ahelyett, hogy korrupciós botrányokról, az egészségügyről, az oktatásról, a BKK helyzetéről és a tömegközlekedésről, az utak minőségéről beszélnének civil emberek, állampolgárok, mi magunk, ahelyett bedobja, most éppen tegnap Németh Szilárd ezt az ilyen bűnöző kártyát, hogy fú, ezek itt ilyen sötétben bujkáló ellenállók, ugye nagyjából a Rákosi éra is erre volt hangszerelve, úgyhogy működhet ez Magyarországon, a félelemkeltés, az, hogy egymást gyűlöljük, ahelyett, hogy egészen egyszerűen hagynának embereket működni egymásért, egymáson segíteni, erről szól a civil lét. Én azt gondolom, hogy azért kellett behozni ezt a schengeni határos hagymázas kamut, mert nem működik a civilek elleni lejárató kampány. Azt tudjuk, hogy a Fidesz folyton mér, és nézik azt, hogy vajon a bedobott ilyen gumicsontokat mennyire rágja a nép. Viszont a migrációs félelem az valóban létezik. A migránstól viszont tényleg nagyon félnek. Megdöbbentő módon, amikor mi legutóbb ezt a kérdést is vizsgáltuk, hogy mi az, amit a magyar ember súlyos problémának tart, akkor a migráció, ami pár évvel ezelőtt nem látszott, az a korrupcióval azonos szintre jött föl. Tehát 100-ból 30-an a korrupciót is, meg a migrációt is nagyon-nagyon veszélyes, súlyos problémának tartják. A korrupcióval
kapcsolatban nyilván tovább mentünk, és árnyalatabb válaszaink vannak, hogy mennyire tartják súlyos problémának az nem csak 100-ból 30, hanem 70-en is, de a probléma rangsorban 30-an ugyanarra a szintre hozzák a migrációt, mint a korrupciót. Hát és ez nyilván összerakják a terrorizmussal, összerakják az iszlám térhódításával, és azzal, amit ez jelenthet egy adott közösségnek, és ezzel rá lehet pakolni a félelemre. A kormány még minket, civileket rak össze a terrorizmussal, hiszen ez a bizonyos külföldi támogatás sem úgy jelenik meg, mint 7 millió forint, vagy 7,2 millió forint, hanem mint a terrorfinanszírozás és pénzmosás megelőzéséről szóló törvényben meghatározott összegnek a kétszerese. Tehát valami módon a szorzót úgy kellett beállítani, hogy a terror szó bekerüljön a törvényszövegbe. Na, de akkor tök logikus, amit Németh Szilárd csinál. Össze kell benneteket, civileket, a civil szervezeteket ezzel a fajta félelemmel, hogy ezek idehozzák azokat, akik ellen a kerítést csináltuk, akikkel szemben megvédjük a hazát és a nemzetet. Ez vissza fog ütni szerintem. Bár ha van hatalmi logika, nem akarok nekik tippeket adni, akkor ők nem mártírokat akarnak gyártani, hanem veszteseket. Mert a mártírral foglalkozik a közönség, a sajnálja a szolidaritás gereszt. A vesztesek azok ugye vesztesek. Azokkal sokkal nehezebb szolidaritást vállalni. Tehát nekik sokkal inkább érdekük az, hogy ellehetetlenüljön a működés, és bele sem bizonyítani, hogy minőségi okokból nem találtak mondjuk finanszírozókat, vagy elfogyott alóluk a téma. Ha ezt elérik, akkor sokkal rosszabbat tesznek velünk, tartósan rosszabbat a társadalommal is, meg a civil szervezetekkel is, mintha mártírokat gyártanak. Kádár például tudta, hogy mártírokat nem szabad gyártani. Inkább elengedte az ellenzékieket, csak nehogy mártírokat. Na de hol csap ez át? Hol csap ez át abba az érzetbe, hogy jaj, szegény civilek, jaj, szegény Soros által támogatott civilek, mi történt velük? Tehát mindannyian járunk elünk így a városban, az országban, és ott fog átcsapni, hogy a magyar emberek nem annyira buták és rossz akaratúak és rossz indulatok, mint amennyire szeretné a kormány beállítani, és amire hangolja az embereket. Tehát ez nem fog működni. Egy idő után elő fog az jönni, mint hogy egyébként pont a keleti pályaudvarnál is több ezer ember segített a menekülteknek akkor. Vörös iszap katasztrófa, egy csomó olyan helyzet van, árvíz, amikor össze tudnak fogni a magyarok. Nyilván az derül majd ki, lehet, hogy 5 év múlva, vagy 15 év múlva, hogy ez az egész, ez egy ilyen mesterségesen generált gyűlöletkeltő kampány csak volt. Most hoztál, azok tragédiák. Nem. Tehát a keleti pályaudvar aluljárójában ülő menekültekre rá kellett nézni, és az ember látott tragikus sorsokat. De a gyermekéhezés ellen küzdő civil szervezet, az ugyanúgy tragédia, a migránsokkal dolgozunk. A civil szervezettel kapcsolatban nem fogja azt érezni, hogy ez tragédia. De ezért dolgoznak a civilek. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és ezen fogunk sokat dolgozni még idén, hogy eljusson az mindenkihez, hogy ez a civilség, ez nem egy ilyen politikai szerepvállalás, egyáltalán nem. Ez arról, hogy szeretnénk egy jobb országot. Ez egy hiány. Ez egy hiány, és eltelt hogy, hogy ezt az emberek nem tudják, nem feltétlenül vannak tisztában azzal, hogy ezek a szervezetek a valóságban mit csinálnak. Egyéb iránt nekünk segített áttételesen Németh Szilárd, mert amikor ebben a stúdióban azt mondta, hogy ki kell söpörni az ellenséges civil szervezeteket, akkor a havi átlag olyan 500 000 és 800 000 forint közötti magánadományunk hirtelen megfutott, és akkor 1,5-2 millióig is el tudtunk. Mennyi söprűt lehetett abból? Tehát így van. Nem adtuk át a Fidesznek, sem söprűgyárat nem nyitottunk belőle, és Soros Györgynek is sincsen söprűgyára. De ez vissza fog ütni egy idő után a kormányra. Az emberek ebből tényleg nem kérnek, és valószínűleg ezzel nagyon egyet kell értenem, amit Juli mondott, hogy azért dobnak be egyre újabb és újabb gumicsontokat, mert láthatólag nem működnek azok, amiket bedobálnak eddig. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek és elmondtátok. Köszönjük. Ez fontos volt, hogy a tegnap elhangzottak a ti szemszögetökből igazából mit jelentenek, ezt ismerjük. Hát egyszer lehet élő vitát szervezni, az élő Németh Szilárd. Én nem vagyok benne biztos, hogy erre nem kapható, megpróbáljuk. Jó, hát köszönjük szépen.